Nem szerencsés, hogy már most zsúfoltak a bevásárlóközpontok az adventi készülődés miatt. Erről is beszélt az emeinek az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta, az eddig meghozott szabályokat most fokozottan be kell tartani, hiszen ez alapozhatja meg, hogy az emberek hogyan tölthetik egymással az ünnepeket. A járványügyi szakemberek azon dolgoznak, hogy mindenki együtt ünnepelhessen a szeretteivel. Azt látjuk, hogy most már több napja, közel egy hete hasonló adatokkal találkozunk, ami a napi új fertőzöttek számát, illetve az elhunytaknak a számát illeti. Látjuk azt, hogy ezek az adatok tulajdonképpen kiegészültek azzal a csoportos, célzott tesztelési adatokkal is, amelyeket az elmúlt hetekben elkezdtünk azokban a körökben, akik nagy valószínűséggel több ügyféllel, gyerekkel, egészségügyben dolgozó betegekkel, szociális intézményekben, tehát olyan helyeken dolgoznak, ahol nagyon nagy az embereknek a forgalma, akármilyen szempontból is, és úgy gondoltuk, hogy őket érdemes bizonyos időközönként megnézni, hogy milyen az aktuális státuszuk. Ezért is nem beszélünk szűrővizsgálatokról, hiszen egy szűrővizsgálattal azt reméljük, hogy hosszabb távra meg tudjuk becsülni az ő egészségi állapotát. Ez nem így van, hiszen ezek a tesztek, ezek az antigén tesztek, és maga a PCR is az aktuális fertőzöttséget mutatják ki. Arra viszont nagyon alkalmasak, hogyha egy ilyen helyzetet kiszűrünk, akkor elkülönítésre kerüljön ő is, természetesen a pozitív személy, és megvizsgáljuk a környezetét is, ki az, aki szoros kontaktja, és még el kell különítenünk ahhoz, hogy ne adja tovább a fertőzést. Tehát ezzel együtt kell most már értékelni ezeket a számokat, amik valóban azt mutatják, hogy tulajdonképpen egy magasabb szinten, de úgy néz ki, hogy kiegyenlítődnek ezek a számok, tehát a napi növekménynek a mértéke nem tűnik exponenciálisnak, tehát egyre növekvő mértékűnek, hanem tartósan magas, de talán remélhetjük, a becslések szerint, a különböző modelljeink szerint, amit epidemiológusok, járványügyi szakemberek, matematikusok folyamatosan elemeznek, hogy talán bekövetkezhet a platózás. És elkezdődik a fertőzés számoknak a csökkenése, azt követő harmadik, negyedik héten várjuk csak tulajdonképpen, hogy az elhunytak számában is javulás mutatkozzon. Tehát valóban hosszú, türelmes időszakra van szükségünk, annak ellenére, hogy már nagyon sok van mögöttünk, és egyre nehezebb az embereknek ezt természetesen elfogadni. A holnapi napon megszületik majd valamiféle döntés. Azonban változatlanul azt tudom mondani, hogy a karácsonyi időszakot megelőző bevásárlási láz, azt kell, hogy mondjam, sajnos ez egyszerűen nem tud valahogyan a gondolat körünkből kikerülni. Természetes az, hogy a szeretteinket meg akarjuk ajándékozni. De mint hallom, tömve vannak most is a plázák, és ez nem nagyon-nagyon veszélyes. Ez egy nagyon rossz irány. Mi arra törekszünk, hogy a karácsonyunkat együtt meg tudjuk ünnepelni a szeretteinkkel. De hogyha nem tartják be az emberek a higién és szabályokat, akkor ez nem fog sikerülni. Úgyhogy most alapozzuk meg azt, hogy együtt tudunk-e családi körben ünnepelni. Nem győzöm elmondani, minden nap szinte elmondom, hogy kérem, hogy a vásárlásaikat, ha lehetséges, online intézzék, ha pedig szeretnének mégiscsak személyesen az üzletekbe elmenni, akkor céltudatosan tegyék ezt. Találják ki otthon, hogy mit szeretnének vásárolni, és akkor a lehető legrövidebb időt töltsék el ezekben az üzletekben, tartsák a távolságot, viseljék a maszkot,
és feltétlenül az áru megfogását követően egy kézfertőtlenítést alkalmazzanak. Ahogy hazaértek, az első legyen a kézmosás, és nagyon fontos az, hogy minden más szabályt, amit idáig hoztunk, azt most fokozottan tartsák be. Miközben azon törjük a fejünket, hogy mivel ajándékozzuk meg a szeretteinket, én azt javaslom, hogy fegyelemmel, egymásra figyeléssel ajándékozzuk meg egymást, hiszen egészséget nyújthatunk, egészséget adhatunk, és a betegségtől megkímélhetjük azokat, akiket legjobban szeretünk. Ez legyen az az üzenet, amit advent kellős közepén egymás felé kellene, hogy továbbítsunk. Nagyon fontos volna, hogy most ilyen körülmények között is tartsunk be minden szabályt. A vírus az ugyanúgy működik, mint ahogy máskor. Idáig volt türelmünk, mindenki igyekezett, hiszen látjuk a szabálysértési jelentésekből is, hogy nem magas ezeknek a száma, az emberek fegyelmezettek. Most én egy picit még ehhez hozzátennék, és még kérném őket arra, hogy a vásárlásaik és az ünnepi készülődés jegyében is koncentráljunk még inkább arra, hogy mit tudnánk tenni. Bevezettük a csoportos célzott tesztelést annak érdekében, hogy ezekben a körökben, egészségügyben, szociális intézményekben, pedagógusok, bölcsődei, óvodai dolgozók köréből kiszűrjük azokat, akik éppen aktuálisan pozitívak. Őket elkülönítve meg tudjuk védeni azt a csoportot, akik körében ők forgolódnak. Ők magas kockázatú személyek között vannak, egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, ezért fontos az, hogy ne vigyék tovább a fertőzést, ne adhassák tovább, tünetmentesen se. Egy további lépés következik a holnapi naptól. A szűrendőknek, illetve a tesztelendőknek a körét kiegészítjük a közszolgálati dolgozóknak, a közvetlenül ügyfélszolgálattal foglalkozók részére is. Ott is van egyfajta közvetlenség, bár nagyon helyesen és nagyon higiénés szempontból nagyon jó, ötletes módon ezek az ügyfélszolgálatok most már ki vannak alakítva mindenhol, tehát jellemző a plexifal, maszkot visel az ügyfél is, illetve az ügyfélszolgálati dolgozó is, és ott is egy időben helyben tartózkodóknak a számával próbáljuk csökkenteni az érintkezéseknek a számát. Ez nagyon fontos. Ettől függetlenül úgy gondoltuk, hogy az ő számukra is lehetővé tesszük ezt, hogy teszteljük őket, és bátorítok mindenkit arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Nagyon szépen megköszönöm az egyetemistáknak, a kormányhivatali dolgozóknak, és maguknak, az egészségügyi dolgozóknak és a szociális dolgozóknak is, akik önmaguknak tulajdonképpen, illetve egymásnak elvégzik ezeket a teszteléseket. Lehetőségünk adódott most erre, hiszen a nyáron ezeket a teszteket bevizsgáltuk, és azt gondolom, hogy nagy biztonsággal használhatók.